Na hát köszönök itt újra minden kedves nézőt, visszatértünk ismételten 2B2T-vel. És hát voltak itt változások ezen a kis bázison, ahol múltkor megálltunk. Először is azóta megjelentek még magyarok ezen a területen, másodszor is voltak egy kis átalakítások. Úgy látszik, mindenki, aki azóta megérkezett erre a bázisra, egy kicsit hozzátett, egy kicsit épített hozzá, szóval továbbra sem griffelt a dolog, hanem készültek hozzá tök szuper kis építmények. Plusz úgy látom, hogy valaki hozott újságot. Ki lett itt táblázva ez a rész, és én is kaptam egy csomó-csomó ilyen newspapert, vagy nem tudom mi akar ez lenni. Valami olyasmiről szól ez a cikk, hogy az anarchia fogalmát vesézgetik itt, hogy vajon mennyire anarchia szerve ez a jelenlegi, mert hát ugye elvileg ugye az admin bármit megcsinálhat, és néha büntet is bizonyos dolgokért, de hát hogyha anarchia vonatkozik a játékosokra, akkor végül is, tehát hogyha nincs szabály nekünk, akkor az adminnek sincsen semmi szabálya, tehát hogy a housemaster is akármit megtehet velünk. Szóval valami ilyesmi van benne. Nem tudom ez micsoda, ez valami újdonság, hogy itt ilyen újságokat készítenek és így hozzák házhoz kb. Ebből ki van tényleg táblázva vele minden. Na de mindegy, igazából a mai nap innen tovább fogunk állni, és továbbra is a dupesztessek a célok, ugyanis próbálkoztunk duplikációval, de ezek most pillanatnyilag nem működnek, hogyha van is működő gyúp, arról mindenki hallgat, tehát ezt nem akarja elmondani senkinek. Isten őriz, hogy az felfedődjön, szóval nekünk is kb. Az egyetlen esélyünk az, hogy vagy összefutunk kedves játékosokkal, akik annak nekünk cuccokat, vagy találunk dupesztesseket baromira elrejtve. Még egy dolog. Azt hiszem Benny épített nekünk ide egy ilyen csodálatos zenegépet, amit még ez ki van írva, hogy ne nyomjuk meg, de ha megnyomjuk, szerintem ezt a dalomot mindenki felismeri. Tökéletes! Jó, egy picit a szerver TPS belejátszik, és emiatt nem így annyira jól, de egyébként marha jó. Hát ez hihetetlen. Koordinátek direkt vannak kirakva? Igen, most még úgy vagyok vele, hogy nagyon veszteni valóm nincsen, ha meg is találnak, meg is jönnek, mi van akkor. Ameddig ennyire normális emberekkel futunk össze a szerveren, én nem érzem szükségét annak, hogy kitakarjam a koordinátákat. Aztán majd később ez lehet, hogy változik. Boti miért linkeli a Twitch-emet amúgy? A publikus chatben mindenkinek? Boti, te ki akarsz minket nyírni? Amíg magyarokkal találkozunk, addig minden rendben van, de hogyha publikus chat... Ajaj, ez nagyon nem volt jó ötlet. Tudod, milyen itt a közösség? Nem elég, hogy egyébként is szétszennék egymást, de ha még Twitch vagy YouTubert látnak, vagy streamet vagy videót látnak, akkor meg pláne szét akarják szenni. Na, ez már egy nagyon kicsi putó, semminek nem nevezhető, jellegtelen kicsi út, de tényleg miért akarna bárki is errefelé eljönni? Egy ember, egy fős útra van ez kihegyezve, kialakítva, látjátok? Ez egyértelmű, csak egy dolgot jelenthet, hogy egy bázishoz vezet. Ez biztos, hogy bázishoz vezet. Valakinek az élő helyére. Let me check. Miért teszi fel valaki a fának a tetejére az ágyát? Hát figyeljetek, ha már itt vagyunk, akkor verjük ki. Nem? Ki lett szedve? Úgy is van. Hát fehér ágy volt. Hopsz. Máskor megtanulja. Adhatok egy szetet, hogyha gondolod. Van nálam sok. Most egyelőre meg vagyok, köszönöm. Wow, ennyire sok? Ki ez az afro egyébként? Laptad ezt a szettet végig is? Mennyibe fájt ez neked, és nekem mennyibe fáj? 5 év börtön volt, mi? Az, hogy egy ilyet elzsákmányolja. Aha. Én már vásároltam egy ilyet, azt írja nekünk Tomi. Igen? És jó volt a sejtés, hogy bitcoinnal kell fizetni? Vagy mivel fizettél? Hogyan? Simán csak PayPal-al is lehet? Egy alkalommal megéri az elején. Löketet ad. Pff, mint valami drog. Bankkártyával fizettem. Ajaj. Itt megöltek egy zombit. Ad meg egy nyulat. Megtaláljuk, bárki is járt erre. Na, most már kezdődik a chat, itt már látok ilyeneket, hogy fucking Hungarian. Hungarian streamer. His coordinates at... És ott a Nether. He's on the overworld though. És most megmutatom nektek. Hát ezért jó volt beküldeni publikus stream chatre a streamemet. Na, remélem jönnek. He turned off the cords, he is heading east. Hát ez mi a szar? Manhunt! Elkezdődött! Soha nem kaptak elélve! Ennyire azért talán csak nem élettelennek a 2B2T játékosok is, hogy egy kis magyar streamernek a helyét
még akkor is, hogyha látszanak a koordináták, annyira kitartóak legyenek, hogy felkeressék, passpont repeljék, vagy megszívják, vagy levadásszák, azért talán csak nem ennyire élettelenek, még a tubi-tuti játékosok sem, vagy alábecsülöm őket. Ez a tubi-tuti játékosokról beszélsz, ők egy másik univerzumban jöttek. Bármire képesek. Itt lesznek majd a koordináták, ha valaki esetleg majd ide akar gruppolni a következő alkalommal, akkor az itt majd tud velünk, tud hozzánk csatlakozni, szerintem szombaton vagy hétfőn toljuk belőle a következőnek a streameket, találkozunk akkor majd a következő napokban, addig is minden jót, és sziasztok! Na, hát emberek, van egy kis izgalom! Szóval igen, játékok között tartottam egy kis szünetet, mielőtt visszalogoltam volna, azonban kaptam tőletek egy üzenetet Instán. Azzal kapcsolatban, hogy hát megtaláltak az üldözőink, és kinyírták azokat, akikkel mi együtt mentünk streambe, sőt valószínűleg spawnt repelték, ahol én múltkor kiléptem. Szerencsére ezt valahogy sejtettem, és azt is, hogy spawnt repelni akarnak majd, ezért direkt egy kicsit arrébb mentem streamen kívül, és máshol jelentkeztem ki, mint ahol eredetileg láttak, mint ahol utoljára láttak. Mikor visszaléptem, hát ez a kép fogadott. Minden szét lett robbantva, egy obszidián kocka került oda, ahol engem utoljára láttak, telépítették az egészet horogkeresztekkel, szóval ezeket ki is fogom itt takarni, és hagytak nekünk egy nagyon kedves üzenetet, miszerint, hogy öljétek meg magatokat, magyar rohadékok, remélhetőleg az egész családotok le lesz gyilkolva. És a lényeg az még csak most jön. Most kapaszkodjatok meg, ezt az üzenetet egy magyar játékos hagyhatta hátra. Igen, sejtettem, hogy az üldözőink azok lehet, hogy nem feltétlenül a külföldi játékosok lesznek, de ez csak sejtés volt, le akartam előtte tesztelni. Úgyhogy arra mentem egy pár ezer blokkal, és kitettem Discordra egy posztot, hogy itt lesz az új koordinátáim, tessék, ismét fel vagyok fedve. Itt vagyok, pont ebben az iglónak a belsejében léptem ki, itt fogunk majd újra gruppolni, itt lesz a találkozó. És hát vártam, hogy ráharapjon erre a csalira, erre kedves játékosunk rá is harapott. Hiszen kicsivel később az a terület is le lett rombolva, és be lett trappelve. Na! Igen, hát megtörtént az, aminek nem kellett volna, hogy megtörténjen. Van egy imposztor közöttünk. Van egy imposztor közöttünk, bizony. Egy áruló. Fogtunk egy árulót. Ne! Egy magyar ember, aki magyar emberek ellen szövetkezik. Mert az egy dolog, hogyha engem ki akar nyírni, mert streamer vagy videós vagyok, teljesen rendben van. Na de, hogy ilyen üzeneteket ír a magyarságnak, azért az egy más dolog. Szóval igen, ez a 2B2T valahol egyébként ez annyira nem nagy meglepetés. Az viszont annál nagyon meglepetés, hogy eddig tudtam úgy játszani, hogy a koordinátaim publikusak voltak. És mindenki, akivel egytől egyik találkoztam, akár külföldi, akár magyar, az mind tök jó fej volt. Tehát érdemes volt ezt a bizalmat megadnom nektek, és ez nagyon kellemes csalódás volt, egy nagyon kellemes élmény. Ráadásul nem csak ezzel volt szerencsénk, hanem a spawnról való kijutással is, a bázisok találásával is találtunk többet is, amiből volt grifletlen és lootolatlan is, sőt még egy kartot is találtunk, csak úgy elszorva semmiben. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon durván szerencsések vagyunk eddig. Most jelenleg én is be vagyok spawntrappelve, ahogy láthattátok. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel is olyan szerencsém lesz-e, ki tudunk-e innen szökni? Az emberünk egyébként, aki ki akar minket nyerni, nagyon durván no life. A többiektől hallottam, hogy ahol látott minket kijelentkezni azokat a pontokat, órák hosszat tűrészt egészen pontosan hajnal 3-ig, hétköznap. Az emberek itt elég elszántak, hogy úgy mondjam. Na, szóval nézzük. Oké. Nem volt itt semmi? Szétrobbantották a spawn trappet? Hát ezzel így szabad utat adtak nekem, azt hittem be leszek építve, valószínűleg be is voltam építve. Lehet, hogy érkeztek mások, akik megpróbáltak engem kiszabadítani? Érdekes. Na mindegy, volt nálam egyébként Chorus Fruit, szóval ki tudtam volna enni magamat, ezt mindig magamnál kell tartani. Itt az alapjátékban a Chorus Fruit semmit nem ér kb. Na itt az egyik leghasznosabb item, gondoljatok bele, hogy egy spawn trapből, és rengeteg, na nézzétek, itt van a spawn trap, amiben be lettem volna zárva. A kristály is mellé téve, nagyon jó. Hát ha esetleg a kristály rólam lenne és bekapcsolna. Szóval igen, itt a Chorus Fruit életeget ment, hogyha időben meg tudom elni és ki tudok szabadulni egy bezárt portáltól vagy egy obszidián kockából még mielőtt teljesen lesebezne. Amúgy menekülés közben találtam egy új shulker boxot. Ez a szerencsétlen hátra hagyott az egyik szétgriffelt helyszínen egy shulker boxot, szóval van most már még egyem. Köszönöm szépen. Ebből is egészen jól jöttünk ki. Úgyhogy nagyon örülök neki. Megvan az első szabadulós 2B2-t és én végre célponttá váltam. Már nem bízhatok senkiben, emberek. Már nem bízhatok senkiben.
Ha kell, akkor amúgy én szívesen bevállalom az összes hétet, hogyha az külföldről jön, az összes gyűlöletet bevállalom, hogyha ez az kell, hogy itt közösen sikereket tudjunk elérni ezen a szerveren. Ha olyan hétet kapok viszont, ami teljesen jogos, azt viszont természetesen tudomásul veszem, és ezt el tudom fogadni, de ezek még nem olyan nagy támadások, én úgy érzem. De meg volt az első, na végre az első támadásuk, célpontba kerültünk ezen a szerveren. Yeah, ezt is meg... Ez is része egyébként a 2B2T játékélménynek. Ezt is megéltük, most már akkor három rész kellett hozzá csak. Nézzétek meg, három rész. És már is célpont vagyok. Amúgy egészen sokáig bírtuk. Hogy őszinte legyek, én azt hittem, ez hamarabb fog megtörténni. Viszont arra nem számítottam, hogy pont egy magyartól. Na mindegy, most egyelőre ideig jutottunk, emberek. Én marhára élem egyébként ezt a szervert, ahogy így haladunk előre. Egyre izgalmasabb a dolog. Köszönöm szépen, emberek, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk a következő részben. Addig is pedig elbújok valahol. Úgyhogy ott találkozunk, minden jót, és sziasztok!